A CAD/CAM rendszerektől a CNC technológiákon át a robotprogramozásig és a 3D modellezésig széles körű tudást szerezhetnek a hallgatók. Korszerű laborok, kvalifikált oktatók, magas óraszámú informatikai képzés és nagyfokú gyakorlatorientáltság jellemzi a szombathelyi gépészmérnöki szakot, amelyen jelenleg 150 hallgató tanul, közülük 100-an duális formában, a 15 partnercég valamelyikénél. 7 fél év alatt, aki BSC diplomát szerez, nálunk nem csak egy egyetemi diplomát szerez, hanem azt is meg tudja csinálni, hogy másfél év gyakorlati időt tud cégeknél tölteni. Akár több cégnél is, tehát mindenféleképpen a szakmai kompetenciája lényegesen nagyobb lesz, mint más rendszerbe tanuló kollégáinak. A gépipari szakgimnáziumból minden évben több hallgató is jelentkezik mérnöknek. A gépész szakokra is a tanulóink egy jó része, tehát egy 20-30% valamilyen irányba megy, illetve a szombathelyi gépészképzésre is nagyon sok tanulónk megy. Volt olyan év, amikor 90 gépgyártás technológus tanulónk közül 30-35 fő folytatta a tanulmányit itt a szombathelyi gépészkaron. A szakot 2016-ban indították, mert a régióban nagy hiány mutatkozott gépészmérnökökből. A hallgatók a képzési idő alatt összesen 69 hetet töltenek el a cégeknél, értékes gyakorlati tapasztalatot és biztos tudást szereznek. Továbbá havi 100 000 forint ösztöndíjat és egyéb kedvezményeket, juttatásokat kapnak. Megismerkednek a vállalati kultúrával, megismerik a folyamatokat, kapcsolatokat építhetnek, részt vehetnek vállalati projektmunkákban, tehát konkrét feladatok megoldásában. Tehát én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy olyan szakemberekként lépnek a munkaerőpiacra, akik már egy nagyon komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az első évfolyam januárban diplomázott, mindenki el tudott helyezkedni. A duális gépészmérnök képzésre január 31-éig kell előzetesen jelentkezni a szombathelyigépész.hu weboldalon. A diákokat interjúra hívják, amelynek eredménye február 14-én derül ki. Másnap jár le a felsőoktatási jelentkezési határidő.